most elengedhetitek, viszont ezt kell most fogni, segítsetek húzni ügyesen. A legkisebbek is segítettek felhúzni a bokrétát a bicskei Manduláág református óvoda legmagasabb pontjára. Ez év szeptemberétől 3 csoportba összesen 75 gyermeket várnak majd. A mi egyházkerületünkben 17 új óvoda épül. Az intézmény 789 millió forintból épül, része annak az országos óvoda programnak, amely 30 milliárd forintos állami támogatásból életre hívott projekt. Itt a gyerekek a legjobb helyen lesznek, de nem erre az épületre bízzuk őket. Még csak nem is elsősorban az óvodapedagógusokra, hanem az óvodapedagógusokat bízzuk Istennek a szeretetére, és azt kívánjuk, hogy tudják közvetíteni ezt a szeretetet nem csak a gyermekeknek, hanem a szüleiknek is, meg a nagyszüleiknek is. Az épület együttesben minden óvodai csoportot külön házként terveztek meg. A földszinten mintegy 60 négyzetméteres csoportszobával, tágas tornateremmel, öltözőkkel és mosdókkal. Az ünnepségen Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte az egyházi köznevelés fontosságát. Kihozzuk azt az értéket, amely még egyszer hangsúlyozom, minden gyermekben benne van. És ezért tartjuk fontosnak az egyházi nevelést, egyházi köznevelést, egyházi iskolák, óvodáknak, akár az indítását, akár az építkezéseket, beruházást. Az államtitkár hozzátette, a református, a katolikus és az evangélikus óvodaépítési felújítási programokra mintegy 110 milliárd forintot biztosít a kormány, és e fölött újultak, épültek egyházi iskolák. Az elmúlt 10-12 évben több mint 500 egyházi felekezeti iskola, óvoda újult meg, vagy épült, összességében több mint 200 az, ami új épület, és ennek a 200-nak a része, az a sok-sok, hála Istennek, református óvoda is. Csak a Dunamelléki Református Egyházkerületben 23 intézményt érintett valamilyen fejlesztés.